Kevés olyan civil szervezet működik Zemplénben, amely minden évben oly sok emberhez juttatja el információit, mint a Zempléni Gombász Egyesület. A zempléni gombászok 2004-től minden esztendőben szerveznek kiállítást két városban, emellett pedig számos rendezvényen, előadáson terjesztik a gombaismeretet, tanítják a laikus közönséget. A januári gombászbál is hagyomány a Zempléni Gombász Egyesületnél, melyet idén Sátoraljaújhelyben tartottak. Igazából a múlt évet értékeljük, de nagyon röviden. Átadunk különböző jutalmakat, persze kisebb értékűeket azoknak, akik többet vállaltak közös rendezvényeinken, és megtervezzük a jövőnket. Az egyesület titkárának idén sem volt könnyű dolga. Számos kirándulást, előadást, kiállítást szerveztek 2011-ben. Igaz, gombákban nem bővelkedett idén az erdő. A legnagyobb eseményük a Zempléni Gomba Fesztivál volt Komlóskán, ami országos gombászkörökben is a legnagyobb eseményén nőtte ki magát. A Zempléni Gomba Fesztivál, amit Komlóskán rendeztünk meg, visszajelzések alapján az ország legnagyobb gombász rendezvényévé nőtte ki magát. Az ország minden gombászegyesülettel szervezette baráti köre képviseltette magát, illetve külföldről is jöttek vendégek, Lengyelországból, Szlovákiából, sőt Svájcból is voltak vendégeink. A tagok közül sokan a társaság, az új ismeretszerzés, a kirándulások miatt csatlakozik az egyesülethez. Nagyon tetszett, egy ismerős barát által kaptunk meghívást különböző rendezvényekre, és nagyon tetszett maga az összetartása a Gombász Egyesületnek, nagyon tetszett a természetjárás, a természetvédelem, és igazából ezt fogott meg minket. A tagok a bál után sem tétlenkednek, már az idei utazásokat, kiállításokat, kirándulásokat szervezik.